A Vidor Fesztivál utolsó napján a Kossuth téri nagyszínpadon lépett fel Delusa John, aki a balkáni mediterrán zene hazai nagykövete. Az albán származású magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró idén ünnepli pályafutásának 50. évfordulóját, és az Artis Jusznál már 417 dala van bejegyezve. A koncert előtti interjúban az előadó művész elmondta, hogy különösen szereti Nyíregyházát és a helyi közönséget, hiszen sok emlék köti őt a városhoz. Az emlékeimben Nyíregyháza az, amire emlékszem, hogy a legtöbbet itt kószáltunk éjjel és nappal, és a itteni színészekkel nagyon jó kapcsolatot. Én akkor még olyan gyerek voltam, 18 éves, de muszáj volt nekem is menni vörösborozni, borozni, éjszakázni, bárokba végigmenni, és akkor itt találkoztunk Szécsi Palival, nagyon sokan ezen a környéken hakniszak. Nagyon nagy felvevő piac volt, talán annak is köszönhető, és ez volt a jó hír. Többször laktam még abba az ablakba is emlékszem, a hotelban, erkélyre is emlékszem, ahol a csajok itt álltak, autogramkérés, nem ma volt. És hát ugyanúgy voltam, mint ma, Azaria. Mindenki látni akart, hallani akart. Fél kilenctől az indiai kultúra jelent meg a színpadon. Megérkezett a Do Gypsies of Rajasthan bódító és kifinomult zenével, mely a cigányvilág gyökereiből merít. Először jártak Nyíregyházán, de nagyon izgatottak voltak a koncert miatt. Rajz Bárti 24 éve alapította a formációt, azóta már többek között Erzsébet királynő előtt is felléptek. For me, as my life is dedicated for Indian art and culture, and mivel az egész életem az indiai kultúráról szól, a rajasztani zenét igyekszem a világ minden tájára elvinni. Az elmúlt 24 évben több mint 117 országban jártunk. Amikor megkaptuk a meghívást a Vidor Fesztiválra, az egy fontos pillanat volt, mert ebben a régióban még sosem voltunk. Ez az első alkalom, hogy meghívtak ide minket, hogy megmutassuk Rajasztán gyönyörű zenei és tánc kultúráját, mondta el Rajz Bárti. A Vidor Fesztivál 9 napján valóban a vidámságé volt a főszerep. Az ingyenes koncertek sokakat megmozgattak, a Kossuth tér szinte minden este megtelt látogatókkal. A Do Gypsies of Rajasthan utolsó koncertje jó lezárását jelentette a fesztiválnak, mely középpontjában idén a világzene állt.